Kulcsát adó, kívülbelül megújult a 60-as években épült sportház, több funkciós közösségi tér jött létre, az épületet akadálymentesítették. Utcáról munkába, az együttműködési megállapodást kötött a Szavária Rehab Team a Szova ZRT-vel, köztisztasági feladatokat is ellátnak majd a hajléktalanok. Próbajáték, 2 hétig a sárga-feketékkel edz majd egy kanadai center. Augusztus 17-én kezdi meg a felkészülést a hazai és a nemzetközi erőpróbákra a Falkó. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! 10 hónapig tartó felújítás után megtörtént az Agora Művelődési és Sportház műszaki átadása. Olyan több funkciós közösségi tér jött létre, amely az óvodás korosztálytól a felnőttekig mindenki számára egésznapos, tartalmas program lehetőséget nyújt. A beruházás 685 millió forint pályázati támogatással és 230 millió forint önkormányzati forrásból valósult meg. Új külsőt kapott a 60-as években épült sportház, megszépült a homlokzat, kicserélték a nyilászárókat, szigeteltek. A belső terek is átalakultak, az aula tágas és világos. Padlóburkolatát felcsiszolták, új lámpatesteket szereltek fel. Bármikor be lehet jönni, számítógépeket, irodai eszközöket lehet használni, kommunikációs hálózatot építünk ki. A földszinten irodák, információs pontok, jegyárusítóhely és új büfé létesült. Az emeleti galéria kiállító térré változott. Az oldalsó helységek kézműves és táncfoglalkozásoktól a főzőbemutatókig sokféle tevékenységre alkalmassá váltak. Igazi multifunkciós térré alakult a sportház. Több olyan tevékenység párhuzamosan egymás mellett tud működni, mint például egy nagytermi mondjuk előadás, akár egy jazzkoncert, egy előtéri információs bőrze és mondjuk egy szakmai tanácsadás, amely a velünk partneri viszonyban lévő 40 településnek szól. Az épület a liftnek köszönhetően teljesen akadálymentes. A nagyteremben a mobillelátók segítségével akár 1200 nézőt is le tudnak ültetni, a székek szeptemberben kerülnek a helyükre. Újdonság a színpad előtti süllyesztés, ami akár zenekari árokként is használható. Megújult a parketta és falburkolat, hamarosan a függönyt is lecserélik. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és használni fogjuk. Az Agora igazgatója átvette a ház kulcsait. Bár a kivitelezőnek a munkálatok során több kihívással is szembe kellett néznie, főként a tartószerkezet rossz állapota miatt határidőre elkészült a beruházás. Az utolsó simítások még hátra vannak, de már minden szakhatósági engedély megérkezett, ami a nyitáshoz kell. A nyílászárók, a hőszigetelés, a külső hőszigetelés, a tetőhéjazat, ez mind-mind a mai szabványoknak megfelel. A belső tereket kibővítettük és természetesen felújítottuk, de úgy, hogy megpróbáltunk meghagyni minden olyan megmenthetőt, ami a régi kor anyagát, technológiáját idézte. A megújult sportház első nagy rendezvénye november 28-án a Szavária Nemzetközi Táncverseny lesz, amely idén ünnepli 50. jubileumát. A hajléktalanok problémáját kezelni kell, és ennek a közfoglalkoztatottság a legjobb módja, hangzott el egy együttműködési megállapodás aláírásán pénteken. A hajléktalanok ezentúl részt vesznek a köztisztasági feladatok ellátásában Szombathelyen. Hajléktalanok fát és sövényt metszettek, majd terepet rendeznek a zsinagóga udvarán a Szavária Rehab Team közfoglalkoztatási mintaprogramjának keretében. A szervezet évek óta részt vesz hasonló programokban, de ilyen speciális, kifejezetten a célcsoportra kiírt pályázati lehetőség eddig nem volt. Tárgyi eszközök beszerzésére is sor kerülhetett, és tulajdonképpen a saját, tehát a Szavária Rehab Team saját eszközkészletét tudta ezáltal fejleszteni. Gépeket tudtunk, többfajta gépet beszerezni, amivel érdemi munkát tudunk végezni. Az utcáról a munkába elnevezésű országos hajléktalan közfoglalkoztatási program célja, hogy bebizonyítsa, bárki képes minőségi munkát végezni. Ehhez azonban meg kell tanulni a hajléktalanok nyelvét, ismerni kell a gondolkodásukat. A szakember szerint ebben az esetben a lojalitás mellett jó adag szakmai tudásra van szükség. Szombathely azért vehet részt a programban, mert itt minden feltétel adott ehhez. Azért feleltek meg az úgynevezett első körben is erre a feladatra, mert már korábban a hajléktalan ellátásban, a hajléktalan személyek ellátásában, ebben a feladatrendszerben olyan magas szintű, következetes munkát végeztek, amely ezeket az eredményeket produkálta.
A Savaria Rehab Team jelenleg 40 hajléktalant foglalkoztat. A cég eddig a Szomparkkal működött együtt, most a Szova ZRT-vel is megállapodást kötött. Eszerint a köztisztasági feladatok ellátásában segíthetnek a hajléktalanok. Ez utcaseprést, szemétszedést, a járdaszegélyek melletti gyomnövénynek az eltávolításában segítenek, úgyhogy gyakorlatilag a város teljes területén találkozhatunk az ő munkájukkal. Országosan 13 önkormányzat több mint 600 szemét foglalkoztat a program keretében. A kormány erre mintegy 1,1 milliárd forintot fordít. A cél az, hogy a jövőben minél többen csatlakozzanak a rendszerhez, akár évközben is. Európai Uniós támogatásnak köszönhetően Szombathelyre is érkezett egy a 175 új rohamkocsiból. A mozgó intenzív osztálynak számító sárga autón minden gyógyszer és eszköz megtalálható, amire vészhelyzet esetén szükség lehet. Ismerkednek a mentők a szombathelyi állomásra érkezett új Mercedes Sprinter típusú rohamkocsival és annak felszereléseivel. Amit itt látunk, ez a 21. század, kétségkívül mind a betegtérben, mind az utastérben klimatizált, összehasonlíthatatlanul magasabb és korszerűbb az előző évi autóknál, vagy a régebbi mentőgépkocsiknál. EKG, defibrillátor, lélegeztetőgép, valamint infúziós hűtő és melegítő rekesz is van a légkondicionált betegtérben. Egy vadonatúj életmentő készülék is része a mentőautó felszerelésének. Ez a Lucasnak nevezett készülék, amit újraillesztésnél mákos kompresszióra használjuk. Ezt az autót riasztják majd a legkritikusabb esetekhez. Az alapeszközök mellett ebben minden benne van, amire ilyenkor szükség lehet. Csak az új autóba kerülnek át a legmagasabb szintű eszközök és felszerelések, amelyek tulajdonképpen egy mozgó intenzív osztályt helyettesítenek és pótolnak a helyszínen. Az intelligens fedélzeti terminálnak köszönhetően a papír helyett egyszer egy számítógépes adatbázisba kerülnek a betegek adatai. Csütörtök délután már munkába is állt az új mentőautó. A munkanapáthelyezés miatt ünnepi parkolási rend lép életbe, és több helyen változik az ügyfélfogadás. Megválasztották az idei karnevál gasztronómiai különlegességeit. Rövid hírekkel folytatjuk. A közelgő ünnepnapra és munkanap áthelyezésre való tekintettel augusztus 8-án szombaton fizetni kell a parkolásért. A hétköznapi munkarend szerint 8-tól 18 óráig kell parkolójegyet váltaniuk az autósoknak. Augusztus 20-án és 21-én csütörtökön és pénteken azonban díjmentes lesz a parkolás a város egész területén. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vasmegyei Adóigazgatóságának szombathelyi ügyfélszolgálata az augusztus 20-ai állami ünnepre tekintettel augusztus 8-án szombaton 8-tól 11 óráig várja az ügyfeleket. Augusztus 21-én pénteken a NAV valamennyi ügyfélszolgálata zárva tart. Továbbá nem lesz elérhető az általános tájékoztató rendszer és az ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszer sem. A polgármesteri hivatalban pénteki munkarend szerint dolgoznak augusztus 8-án, azaz ügyfélfogadás nem lesz. Augusztus 21-én pedig zárva tart majd a polgármesteri hivatal. Megválasztották az idei karnevál gasztronómiai különlegességeit. A 39 borászat összesen 82 féle borából a 2015-ös év legjobb nedűjének, a Feind Borház 2013-as évjáratú Shiraz Premiumát választották. Az édes csemegék versenyében a karnevál tortája 2015 címet a vaníliás málnás ízesítésű Claudius kedvence fantázió nevű torta nyerte. Míg a karnevál fagylaltja idén a Hedona nevű hűsítő nyalánkság lett, mely datojás, sós, karamellszószos, kesudiós ízvilágával várja majd a karneválozókat. Jövő hét közepéig még biztosan kitart a kánikula. Aki teheti, a forróságban maradjon otthon, és mindenki ügyeljen a folyadékpótlásra. A gyerekekre, idősebbekre még inkább érdemes odafigyelni, figyelmeztetnek a szakemberek.
Az előrejelzések szerint a következő napokban 35 fok feletti forró napok várhatók, amit a magas páratartalom miatt még melegebbnek érezhetünk. Jellemzően itt nyugaton a 33-34 fok, de helyenként a 35-öt is megfogja az országba, és tartósan több napig, legalább a jövő hét közepéig kitart, esetleg elvédve zápor vagy zivatar a hét elején lehet. Az országos tiszti főorvos ezért kedden éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást, és a legmagasabb 3 fokra emelte. A szakemberek azt tanácsolják, hogy aki teheti, az ne a legnagyobb melegben intézze az ügyeit, és a forróságban húzódjon hűvösre. A város több légkondicionált áruházának közösségi tereiben, illetve a polgármesteri hivatal földszinti aulájában is meg lehet pihenni. Jaj, de jó hideg van! Igaz? Jó hűvös van! A kánikulában érdemes felkeresni a kijelölt vízosztópontokat is. 10 órától van a munkaidőnk egészen 18 óráig, 3:45-10 már itt voltunk, és nagyon sokan jöttek akkor is. Ebben az egy órai időben már nem igazán vannak, de 10-11-12 órakor nagyon sokan voltak, és a gyerekek fogyasztják inkább a szörpös italokat. Ez az idő a gyerekeket, idősebbeket és a betegeket viseli meg a leginkább, de a gyógyszerek hatása is csökkenhet a nagy melegben. A rendszeresen szedett gyógyszereiket nagy melegben, akkor is célszerű hűtőszekrényben tartani, ha egyébként ez nem előírás a gyógyszer használatánál, hiszen mondjuk egy lakótelepi 10. emeleti lakásban akár 30-35 fok is lehet tartósan. A rövid ideig tartó 18-20 fokos éjszakák sem frissítik fel a levegőt, ezért ha lehet, napközben minél rövidebb ideig tartózkodjunk a szabadban. Belga, svéd és olasz csapatokkal találkozik majd a nemzetközi kupában a Falco Trend Optika KC kosárlabda csapata. A szombathelyiekhez az augusztus 17-én kezdődő felkészülésre egy kanadai center is érkezik. Elkészítette az Európai Kosárlabda Szövetség a Newfiba Men's Club Competition névre hallgató nemzetközi kupa sorsolását. A sárga-feketék a várakozásoknak megfelelően erős csoportba kerültek, ugyanis a belga Ostende és a svéd Södertéje mellett egy igen dicső múlttal rendelkező olasz gárda a Varese lesz a vasi sárga-feketék ellenfele. Ráadásul mindhárom gárda otthona jelentős távolságra van Szombathelytől. Mindhárom utazásunk az valószínűleg, hogy repülős utazás lesz, mert a távolságok miatt ez csak így oldható meg. Meg hát ugye az első 3 mérkőzésünk az idegenben lesz az Arena Savariának az elfoglaltsága miatt. A második mérkőzésünk a Varese ellen lett volna hazai, de mi utáni éppen nem tudjuk azt állítani, ez verseny lesz, így elcseréltük a pályaválasztó jogot, és a 3 idegenben le után jön a 3 hazai mérkőzés. A héten újabb légióssal bővült a Falco játékos kerete. A kiszemelt kanadai center 2 hetes próbajátékra érkezik majd Szombathelyre, és a szakmai stáb a tapasztalatok alapján dönt arról, hogy kínálnak-e garantált szerződést a tengeren túli kosarasnak. Sikerült a héten megállapodni Ryan Wright kanadai kosárlabdázóval, a 5-ös center poszton használható. Egy 28 éves, 206 centi magas játékosról van szó, aki nagyon atletikus, palán közeléből, gyűrű közeléből csak zsákolással fejezi be a támadásokat, tehát támadásban, védekezésben nagyon erős. A szombathelyi csapat Kálmán László vezetőedző irányításával augusztus 17-én kezdi meg a felkészülést a hazai és nemzetközi erőpróbákra. A jelenlegi helyzet szerint 3 régiós lesz ott az első gyakorlásom. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg, friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!